Pszichológus, kulturális antropológus. Az egyetem után börtönpszichológusként helyezkedett el. A témakörről több, főként antropológiai kérdéseket körüljáró cikke jelent meg, de írta a romák általános iskolai oktatásának problémáiról is. A reggeli gyors vendége 9 órától Fiatti Tanilla. Nem teszünk úgy, mintha nem ismernénk egymást nagyon régóta. Úgyhogy ezért megtartjuk a tegező formulát. Kezdjük az elején. Tehát ez borzasztó fontos, hogy én pontosan azon gondolkoztam, hogy ugye nem vagyunk egyformák. Van, aki a nagy tél, nyílt térségtől fél, van, aki a kis bezárt szűk fél, van, aki. De mégis valahogy, legalábbis azt láthatod valamelyik cikketben, amit olvastam, hogy egyaránt az mindenkinek önmagában az a történet, hogy be van zárva, az rossz. Tehát nem kell külön kínozni, nem kell azt csinálni, hogy na, no, akkor most legyen, ne legyen izé, tiszta víz, ne függöthesse. A bezártság rossz holott azt gondolnánk, hogy hát lehet, hogy valaki jó van, rossz, de nem. Nekem ez az általános élményem azért bezárva lenni nem jó, de tök jó, hogy ezt említetted, hogy, hogy, nem vagyunk egyformák. Szóval a pszichológusi munka egy jó részét a börtönben azt tette ki, hogy a fogvatartottak kérelmi lapokat írkáltak, hogy pszichológus nő állapítsa meg rólam, hogy nem bírom a kizárkát, vagy állapítsa meg rólam, hogy nem bírom a nagy zárkát. Tehát, hogy valóban vannak egyéni különbségek abban, hogy ki az, aki inkább kevés számú emberrel uh -huh. szeretne lenni, nehogy Isten egyedül, erre van kevesebb lehetőség, és kik azok, akik viszont sokkal jobban igénylik a társas környezetet, a pörgést, azt, hogy folyamatosan történjenek körülöttük a dolgok. Azért nagy vonalakban szerintem itt, itt leginkább a börtönök térkihasználásáról és a zsúfoltságról beszélünk, és ritkábban kerül szóba az, hogy az emberek nagy része azért nem szívesen alkalmazkodik egy-két személynél többhöz. Mm. És ha meggondolod, akkor valóban nagyon nehéz összehozni egy zárka közösséget különböző emberekből. Tehát a fogvatartottaknak némi befolyásuk van arra, hogy a személyi állományt ilyen-olyan kérésekkel bombázzák, hogy ezt helyezzem elém, azzal jönnék ki jobban. Tehát egy-két személyes zárkában, vagy két-három személyes zárkában ezek a kívánságok úgy viszonylag ha. teljesíthetők, hogyha 6-8-10 fő ö, kerül egy zárkába, ott sokkal nehezebb kialakítani egy olyan zárka közösséget, ami az adott fogvatartottnak kényelmes. Viszont a hierarchia sokkal radikálisabb. Igen, hát egyrészt, másrészt meg, hogyha egy jó embert mondjuk elveszítesz, mert elmegy tárgyalásra, máshova helyezik vissza, elszállítják, ki tudja, ki jön a helyére, tehát sokkal nagyobb a variációs lehetőség. És ez azért ritkán beszélünk arról börtönök kapcsán, vagy börtönépítészet kapcsán, hogy azért a legtöbb embernek sokkal komfortosabb ö, olyan, ö, olyan zárkákba kerülni, ahol, ahol kevés számú emberrel van együtt. De pont magamról gondolok, hogy nyilván nem akarom hogy nem ötleteket adok, de magamon gondolkoztam, hogy én például biztos, szeretnék lenni, miközben azt tudjuk, hogy a legnagyobb büntetés a magánzárka, ami a legjobban kiborítja hmm. az embereket. Hmm. Ki kell ábrándítsalak, Imre, de alig vannak olyan zárkák, ahol egyedül lehet lenni. Az Tehát is... é... én is azt látom, hogy a, hogy nagyon sok embernek ez lenne a, a, a legkellemesebb, vagy legkomfortosabb egy nyitott ajtó és egy, egy olyan zárka, ahol a zárka ajtóról ő rendelkezik, tehát azt mondja, hogy amikor vissza akarok vonulni, akkor megtehetem, mm -hmm. és akkor olvasok, és nem csesztet senki. Amikor viszont társaságra vágyom, akkor adott egy ilyen nagy tér. A jó tér. Barátok, ö, ezt, ezt, ezt is igen, igen, a na, Igen, tehát igen, így igen. vannak ilyen, ilyen elrendezések is, de ez borzasztó ritka. Tehát ha nem olyan elrendezésre gondolunk, ami mondjuk egy fogdaépület, és Amerikában azért ezt ilyen szuper maximális intézetekben eléggé jól és, és gyakran alkalmazzák, tehát ott, a, ahol a nap 23 órájában zárva van a, az ajtót, ez egy külön problémát jelent az ilyen típusú elzártság vagy magány. De mondjuk egy holland uh -huh. stílusú, jó barátok stílusú börtönben, ahol a fogvatartottnak van lehetősége társas életre a közösségi térben, és visszavonulhat, amikor szeretne azért. azért és azt mondja a, azt a, a magyar megválasztó polgár, hogy na de hát álljon hát már, mert hát még nekem sincs itt a szobakonyha. Hát Aha. négy gyerekkel szobakonyha, neki miért? Uh -huh. neki, és, és erre pedig az a válasz, hogy neki akkor is rosszabb. Igen, igen, tehát azt hiszem, Amit nagyon hogy... nagyon nehéz a... elfogadni, hogy egy uh -huh. tényleg egy ilyen lepattant szükséglakásban ül él az életét, uh -huh. mint ahogy a magyar lakosság lélekben legalábbis jelentős része, uh -huh. Miközben, és az érdekes, ez régen nem volt ilyen liberális ö, valami ilyen hisztéria. Régebben bármelyik oldalról föltethet vetni azt a dolgot, hogy az elzárás, mint olyan, az egy dolog, de hogy mindenre nem az a megoldás. Sőt, legtöbb dologra egyáltalán nem az a megoldás. Uh -huh. Jó, most kérdeztél egy csomó egyszerre. Az az hogy... most hátra és pihenek. <laughs> jó, tehát hogy így. Valóban van egy ilyen elképzelés, hogy akkor a, a lepattan börtönben rossz lenni, a parkettes börtönben meg jó lenni, de hát nyilván az ember eldönthetné, hogy otthon legyen vagy börtön, akkor vagy mi ritkán választaná a börtönt. Én általában, amikor fogvatatottakat arról hallottam, hogy, hogy a szabad életben a börtön után nosztalgiáztak, vagy mondjuk azt láttam, hogy félnek kimenni, és ez is elég. Szerintem soha senki nem említette azt, hogy, hogy a börtön körülmények annyival jobbak voltak, mint a kintiek, még akkor is, ha esetleg jobbak voltak, hogy, hogy, hogy az bírná őket maradásra. Sokkal inkább voltak fogvatatottak, akik a lehetőségek szempontjából választották volna inkább a börtön. Például mondok egy, egy fogvatartott példát, egy női fogvatartott, aki emberölésért volt bent több mint tíz évet, és a börtönben leérettségizett, lett egy értelmes munkája, amit nagyon szeretett, jó közösségbe került, nagyon jó barátai lettek, úgy érezte, hogy a személyi állomány megbecsüli, viszont neki vissza kellett volna menni egy zsákfaluba Baranya megyében, ahol az érettség az nem lett volna túlságosan. Tehát, hogy is mondjam, egy olyan eszköz, amivel mivel jó munkát talál a környéken, úgy érezte, hogy az emberölés miatt hát egy ilyen örök bűnbaknak fogják ki kiáltani abban a közösségben, és ő például ezért jött pszichológushoz, mert rettetesen szorongott, amiatt, hogy rövidesen ki kell menni a szabad életbe. Tehát az, hosszú Hosszú ítélet, de ki vissza után... kell menni, az azt jelenti, hogy szabadult. Bocs, bocs, tehát, egyszerűen nincs olyan, hogy lehet vissza kell mennie, behetett volna ő is be. Ja a persze, is persze, tehát per, abszolút. De tehát ő, úgy, úgy gondolta, hogy ez a lehetőség Aha. vár rá, hogy visszamenni ebbe a faluba, és ehhez képest volt alternatíva a börtön. És ő sem mondta azt, hogy, hogy szeretnék itt maradni, hanem az az erős szorongás, ez az, az erős félelem jelezte, hogy úgy tűnik, hogy a kinti körülményei bizonyos szempontból, hát ha nem is rosszabbak, de hogy nehezebbek voltak, mint amit a börtönben sikerült kivívni magának. Tehát ilyen szempontból látom én azt, hogy, hogy a börtön tud egy kellemesebb környezet, vagy, vagy egy, egy értelmesebb környezet lenni, de hogy bárki a parkettához, vagy a fényhez kapcsolná ezt, azt a regula, soha nem hallottam. Ami, semmiképpen nem szeretném összehasonlítani mondjuk a kolostorokat a börtönökkel, de hogyha megnézzük azt, hogy egy szerzetesi rendben, hogy egy, egy, olyan fajta regula, pont most beszélgettünk erről pont a kedvesem a néhány napja, hogy tehát hogy az van, hát tudod, hogy négykor kell, ötkor túl vagy, is én, ekkor és ekkor is minden be van azt, az a legtöbb ilyen nem, súly, nem a és skizofréniára gondolok, de a legtöbb szívés problémán megoldja. Egyszerűen uh -huh. pusztán regula léte, ami a börtönökben is adott. Tehát van egy olyan uh -huh. napirend, ami. ami, ami hát is gondolod is te, vagy nem, lehet, én. hogy ez is, a, ez is így. Én csak a, én A, 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 a része börtönnel kapcsolatban, hogy hogy egy perce pontosan fogva fogvatartottak ideje, és, és valóban van egy szigorú napirend. De azért a, a napirenden belül, pláne hogyha a fogvatartottaknak nincs munkája, akkor azért ott van ez az ásító, ordító üresség, ja, való unalom. Jelens. Igen. Tehát, hogy megvan a reggeli napi uh -huh. meg volt a létszámjelentés, és aki éppen nem dolgozik, vagy nem jár iskolába, azok előtt azért ott áll ez, a, és ez az ordító üresség. Mondom én, hogy miért nem tanul meg urdul, de hát, hát én sem meg a helyében urdul. Ez ez és sajnos az összes urdú szótár ki lett kölcsönözve, és ja. urdú nyelvkönyvek. Úgyhogy hogy valóban van egy ilyen összefüggés, hogy, hogy azok élik meg, hogy is mondjam, a börtönt elviselhető ké és azokat kategorizálják a jó megküzdőként, akik megtanulják a saját idejüket struktúrálni. Az egyik fogvatartott azt mondta, hogy inkább én struktúrálom az időt, mielőtt az idő struktúrálna engem. Ez gyönyörű, illetve hogy ez a inkább megtanulok, uralkodni magamon, maga, mint hogy megtanuljak másoknak engedelmeskedni. Igen. Én a viszkissel beszélgettem elég sokat, mert hogy, mert hogy beszélgettem vele, miért ne alapon, és hogy ő mondta például azt, hogy neki azért az az, 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 amikor ezt a fazekasság dolgot ezt így elkezdte, akkor ő azt csinálta, hogy tehát Január 1-én, és Szilveszterkor, és Szenteste, és mindig minden nap elment dolgozni, mert tudta, hogy ez, ez egy ilyen nagyon-nagyon erős izé kapaszkodó volt neki, és tolta ezt az egészet, és nem akart, nem akart ünnepelni, nem akart semmit mm -hmm. neki. Ez egy ilyen hihetetlen terápia volt, és ugye hát ő egy a, 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 alapvetően értelmes emberről beszélünk, tehát a viszkis azért nem egy ilyen izé, nem egy ilyen erdja és hogy ő, ő neki ez borzasztóan sokat segített. úgyhogy annyit javasolt nekünk a bakácsal, hogy bármikor börtönbe kevünk, akkor azonnal kezdjünk el valamit dolgozni. Uh -huh. De ez nem mindig, ez, ez mennyire nyilván szintől függ, hogy milyen éppen milyen minősítésű fogságban vagyunk, de ez azért, azért ezt el lehet. Tehát nem, nem hiszem, hogy megtiltják valakinek, hogy dolgozzon. Ha csak hát a, egy ilyen ha hívon emberévű, hát Ez is egy, egy olyan képzet ugye a lakosságban, hogy hát mindenkinek dolgozni kéne, de azért, ha modern világunkra gondolunk, is akkor akkor nagyon sok esetben a, a munka az nem büntetés, hanem örülsz, ha egyáltalán van munkád vagy yeah. dolgozhatsz. És hát nincs nagyon ez másképp a börtönben. A börtönben is gondol ilyen láncokon. Igen, de hát most gondolj bele, hogy ha Magyarországi rengeteg kőbányára és szénbányára gondolunk, akkor ezekből a börtönökből is valahogy oda kéne vinni a rabokat, meg kéne fizetni az őrzésüket. Tehát nyilván mindenre lenne egy, egy jó ötlet, vagy vannak ilyen kezdeményezések, programok, de de akkor azt is meg kéne oldani, hogy ezeket az embereket odaszállítani, vigyázni rájuk, visszaszállítani, stb. Tehát, hogy így nem biztos, hogy a, hogy a munka minden esetben büntetés, én szerintem a börtön meg kimondott jutalom. Tehát nagyon sokszor egy előfordul fogvatartottak manipulációi során, hogy, hogy inkább kiírnak egymásra minden hülyességet. Tehát, akit el akarnak intézni, és sokszor ilyennel intézik el, hogy XY szökni akar, csak, mm -hmm. egy, csak egy kis cetli a nevelő ládájába, és akkor már is bukta a mondjuk azt a jó munkáját, amivel szabad szabadabban mozoghatott. csodás, hogy a névtelen feljelentés hagyománya az Igen, mindenhol. mindenhol, virág. A külön szeretném megköszönni annak, aki a keresztény gyűlölettel és a kereszténység gyalázásával gyanúsított meg, és egészen fantasztikus módon meg kell köszönnöm a média aki ezt nem látották bizonyítottnak, úgyhogy ezt megúsztuk. De neked figyelj téged, figyellek öreg. Na, de, de, van egy tök jó story, ezt elmondom, Na. hogy egyszer egy, egy, amerikai anekdota, hogy, hogy ilyen lázadás közeli állapot volt egy börtönben, és a börtönben parancsnok, csak annyit csinált, annyit mondott a, a fő kolomposoknak vagy a főszervezőknek, a gyerekek. Ha ezt nem mondjátok, abba, akkor itt van nálam egy csomó vanzercet, és kijöntöm ide a Börtön közepére jó. Oh. Tehát, ugye, hogy nagyon sok esetben azért aláírják és, és nevesítik, vagy az információból tudni lehet, hogy ki írta ezt a névtelen papírt, tehát, hogy, hogy azért ez a feljelentgetés, ez, ez sokszor gyakoribb, mint mint amennyire gondolnánk, és hogy, ezt használta ki ez az, de, az de ember. De hogy bor, örülök, hogy ott bent is magyarok maradunk, tehát ez mindenképpen megnyugtat, de hogy. De nem erre akartam elmenni, hanem inkább arra, jó. hogy azért az legkésőbb a 60-as éveknél már megjelent ez a probléma, hogy hogy ahogy ha valaki elkövet egy bűncselekményt, ami nem bűnöző, ez, ez olyan nehéz kirül, szálazni az emberek fejében, tehát nem bűnöző, hanem egy bűn van szó, akkor az ő bezárását ezt mérlegelni kell, mert az, hogy ő be van zárva, az nekünk biztos pénzünkbe kerül. Uh -huh. Úgy, hogy semmit nem kap szerencsétlen, hanem ott ül bent, és tényleg ez az ásítózott dögunalom, az is rohadt sok pénzbe kerül. Ezért felvetették a években és sokan, főleg pszichológusok, hogy milyen klassz lenne, hogyha nem azt csinálnánk, hogy elzárnánk az embereket, valamilyen módon arra használnánk ezt az alkalmat, hogy ő gyakorlatilag egy bűnelkövető, tehát most megmondhatjuk neki egy darabig, hogy mit csináljon, valami tökértelmes értelmes dolgot mondanánk neki, hogy csinálja, és akkor ha valaki egy boltilopást lopást követett el, vagy mit te sikkasztott, ez nem valószínű, hogy elszökik, nem valószínű, hogy kosztarikán köt ki, hanem az valószínűleg meg fogja csinálni azt, amit és ez klassz, mert hogy neki is jó, nekünk is jó, a társadalomnak is jó. Ennek ellenére ez úgy nem vert azért nagyon gyökeret. Tehát igen, mindig ez a kényelmes dologban bezárjuk egy időre, aztán kiengedjük, hogyha jó. Uhum. Hát ezzel azért vitatkoznék, mert szerintem a börtön születésétől kezdve ott van ez a, ez a szándék, hogy akkor kezdjünk ezekkel az emberekkel, valamit, tehát ez az ember jobbítás. Ez a börtön születése óta igen. ott van, és hogy itt a kolostor párhuzamot hoztat, ha megnézzük a magyar börtön építészetet, akkor itt is szépen látszik, hogy eredetileg nagyon sok zárkát egy személyesre terveztek, hogy a fogvatartott ott, a, ö, ott a, a szent magányban elgondolkozik a saját cselekedetén, megszólal a lelkiismeret, és akkor ezáltal valami javulást tudható. Be. Tehát ez a javító szándék, ez ott volt. Nyilván évtizedenként más és más elképzelés születik arról, hogy, hogy milyen módon képzeljük el ezt a típusú reszocializációt vagy reintegrációt. Tehát a 60-as évek előtt volt Amerikában egy nagyon erős ilyen pszichoanalitikus mozgalom. Tehát ott úgy gondolták, hogy a bűnözés az kizárólag az egyén felelőssége, jobban mondva azért a, a személyes történeté, ami az emberrel történt gyerekkorától fogva, ugye egy klasszikus pszichoanalitikus teória értelmében próbált meg így a rend betenni a saját traumáidat, múltadat, különböző késztetését között teremts meg az összhangot, és egy egy Örvin nevű ö, Csávó, aki a 60-as években ült, ö, vagy töltötte a büntetését Kaliforniában, ő ott egyébként kriminológiát is ö, tanult, és akkor ő azt mondta, hogy, hogy hát így annyit foglalkoztunk egymás analizálásával, hogy tulajdonképpen el is feledkeztünk a társadalmi tényezőkről, tehát hogy a bűnözés az, az jó részt társadalmi is tényezők is. szempontjából, vagy hát egy részben ö, azáltal is meghatározott. a társadalmi kontextust azt nem nagyon ja, vehetjük nem ki le, a képletből, ja. és akkor a 60-as évek egy ilyen visszacsapásként, elsősorban ezekre a tényezőkre helyezte a hangsúlyt. Utána megint, most egészen mostanáig inkább megint a pszichológiai tényezőké a hangsúly, és a tehát, hogy olyan terápiákat vezettek be a börtönökbe, elsősorban kognitív terápiákat, ami megint csak az egyén felelősségét kezdi el hangsúlyozni. Tehát ne hivatkozzál külső körülményekre, szegénységre, rasszizmusra, semmire, nézd meg, hogy mi a te felelősséged a saját gondolkodásod alakításában. Tehát mindenféle programok mennek, most ez más kérdés, hogy Magyarországon ebből mennyi valósul meg, hogy, hogy milyen hatásfokkal működnek ezek a programok. Eh, hát meg... ha, ha csak a, a általános helyzetét nézem a pedagógiának Magyarországon, azért nem tartom valószínűleg, hogy pont ott lenne jobb bent a helyzet. Na a Sok szempontból egyébként jobb bent oh. a helyzet, tehát hogy némi eh, pozitívumot is mondjak a büntetés végrehajtás védelmében, például a szexuális bűnelkövetők terápiája tekintetében szerintem egyedülálló. Tehát eh, volt egy jó pár éve a 444-es eh, cikk, ugye a tanár, aki molesztálta a, hogyne, a hogyne. diákokat, utána azért törvénymódosítás született stb. és jobban elkezdtek ez a témával foglalkozni, és a bévét t is megszólított az ügyészség, hogy akkor ilyen terápiákat kéne e, indítani, és jelenleg is zajlik. E, lehet jelentkezni civilbe viszont nem tudok erről. Tehát, hogy e, hogy e, pedagógia e, ide vagy oda, van ami... Igen, ez érdekes. Van e. ami, ami jobban működik bent, és nekem mindig ez volt a szívfájdalmam, hogy az ember eljuttat mondjuk bizonyos személyeket egy pontig, és utána civilben nem tudott kinek átadni. Szerintem tök jó drop venciós programok futottak a börtönben egy időben. Nagyon fursa, kevés vagy... folytatása volt, tehát nagyon kevés olyan programot kínáltak civilben, ami, ami nem feltétlenül ilyen zárt rendszerű, rehab alapú, kevés a félutasház, ahova mondjuk a fogvatartottakat át lehetett volna adni, tehát hogy azon talán nem nincs mit csodálkozni, tíz év börtön után nincs kedve az embereknek bemenni komlóra vagy ráckeresztúra, de mondjuk egy ilyen félutas megoldásba talán gondolkoztak volna, tehát van ami, van ami szerintem jobb ban fut a börtönben, mint kint, vagy amire érdemes lenne kint is hangsúlyt feszteni. Azok a típusú terápiák, amik az úgynevezett bűnözői gondolkodás, vagy bűnözői attitűdöket célozzák, annak valóban nincsen, nincsen nyoma. Igazából az, azon gondolkoztam, hogy én a Ringó Péterrel vagyok elég jó viszonyban, és itt akkor jöttem meg egyszer, amikor rákérdeztem, hogy, tehát hogy követik a, kikerülőket, tehát egy konkrétan onnan bentről, semmilyen követ, semmit nem tudnak, mi lesz, 5-10-15 év van ami ijesztő, mert hisz ugye ez megkérdőjelezi magát visszamenőleg, és a terápiát is, hisz egy olyan terápiát, hogy lehet olyan terápiát nem nézzük meg a hatását, pontosan, pontosan, igen. Sehogy, ugye, erről nincs visszajelzés. azért meg valahogy megcsinálja az ember, hát most ez a dolgom. Japon. Úgyhogy akkor viszont ezért mondjuk, ha valaki tényleg egy tényleges életfogytéglan kapott, legalább a követés ugye meg, megoldódott, és ott az, ott azért lehet legalább. De tényleg legalább lehet tudni, hogy mi lesz belőle, és le lehet írni ezeket a dolgokat. Bár most e, azt gondolkoztam, ez az egyéni felelősség történeten, ez azért elég nyilvánvaló lépés a társadalom részéről. Tehát, hogy, hogy a amíg be, itt benne vagy zárva most 15 évvel, addig még kint megváltoztatjuk a társadalmat, hogy ez nem valószínű, hanem inkább nyilván a meg hogy azért sok embernél tényleg olyan alapvető, ahogy én látom, olyan alapvetően ismereti hiányok vannak, hogy azt azért mindenképpen jobb rendbe tenni. Ennek ellenére mégsem azt látjuk, hogy egy ilyen megtisztuló és öntudatos kikerülő réteg van, hanem azért itt nagy részében ugyanúgy vagy rosszabb állapotban kerülnek az emberek. Én így, így hát öfőtöm. az a bajomra, hogy nagy vizsgálatok erre valóban nincsenek. Ez, ez tehát a ki jött a én és... azt gondolom, hogy, hogy, aki ilyen programokon vesz részt, tehát nagyon sokszor, különösen drogfüggőkön látszik az, és, és angol nyelvű szakirodalomban, tehát mondjuk Nagy-Britanniában, akik börtönszociológiai kutatásokat végeznek benn, azok meg is állapítanak most már ilyen új fogvatartott típusokat. Tudod, korábban a börtönhierarchiában volt a mitén csicska, katona, a... a menő, és most már, hmm. most már sokkal Inkább látszanak olyan rap-típusok is, akik ezekhez az integrációs programokhoz képest határozzák meg az identitásukat. Például vannak az úgynevezett lelkesedők, akik teljes intenzitással vetik mag bele magukat ezekbe a programokba, és úgy gondolják, hogy ők a régi énjüket túlhaladták. Vagy és az egészségbe bármi ami bármi, jön Ne, Nehogy megint a média tanácsnak Nem, mert nekem, de bár akár... bocsánat, de pont egy pasztor, pont egy olyan srácsal dolgozunk egy bokossal, aki járt be Aha. A a börtönök, hogy kitiltották őket, nem értem miért egyébként, de hogy ezt az oldalt jobban ismerem, mint a terápiát véletlenül, és ő ugyanezt mondja, hogy tehát, hogy ő azért egészen pontosan meg tudja mondani, hogy mikor odagyűlnek, hát persze buli van, odagyűlnek tizen, az első napon meg tudja mondani, hogy ki lesz az, aki, akiből euh, tényleg hívő, olyan, mint Aha. ő, mert ez a csávó, ezt tényleg komolyan gondolja az üdvözülést, mondtam neki, hogy hát azért ugye, nincs rá garancia, de mindegy. De hogy akkor megadja, és azt mondja, hogy ugyanez a, tehát ugyanez a uh -huh. metódus, tök mindegy, mit történjen valami, és akkor most Krisztus, akkor Krisztus. De, hogy, de minek kéne történni valójában? Tehát egy ideális helyzetben próbáljuk már elképzelni, oh. hogy... Szerintem az uh, drogfüggőknek elég... Most, most tényleg annyiféle bűnözői csoport, vagy nem tudok általánosságban beszélni. A tehát, a hogy mi történne egy szexofenderrel, mi történne gyilka, egy gyilkossal, gyilkos, történ... az, az, egyetlen jól, az egy, az egy direkt dolog, egy visszafordíthatatlan, tehát ez egy olyan történet, hogy az megtörtént, azt Aha. ugye nem tudom, az, az van. Egy, egy emberülés, az szerintem ilyen szempontból az Aha. példaértékű. Jó, uh, akkor azt a példát tudom mondani, hogy a kékfényben is látható volt egy több emberről is elkövetett férfi, aki -e nagyon... Kékfény? Én szerintem van, Jó, kékfény okay. volt, igen. Több emberről nemrég volt a műsorban. már nem a Szabó László vezető. <gül> 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 ő kimaradt. <laughs> Oké. Okay. Én csak a fogvatartó, csak koncentráltam, szóval ő több embert ölt meg, és... Ö, és egy idejében rendszeresen mutatta a tévé, tehát ő volt az, aki oldibált a különböző műsorokban, hogy nem bánt meg semmit, és hogy ha kiengedik, akkor újra megteszi, uh -huh. és most egészen higgadtan beszélt arról, az a mondat nagyon megragadott, hogy hogy ő, tulajdonképpen azért nem kér bocsánatot az áldozat hozzátartozóitól, mert saját magának se bocsátana meg. Szerintem ez nagyon nagyon szép mondat, amiben pont, hogy ben, éppen benne van az, hogy milyen, milyen megbánta ezt a tettet. Én Aha. szerintem ez ez társadalmi szinten is nagyon fontos, hogy és akkor akkor mondjuk idáig el lehet jutni, hogy valaki elkövet valamilyen cselekményt, és azt mondjuk saját magában magában helyre tegye. Mi a, igen, csak milyen következmények a cselekedetére nézve az, hogy valaki nem bocsátna Magának. Ugye, ez a kérdésem, nem saját magának bocsát ö, hogy meg, hanem bocsát hogy, meg hogy, hogy így, mondjuk egy ilyen népszerű műsorban ö, elmondta azt, hogy ö, tehát nem azt mondta, hogy nem bocsát meg saját magának, hanem azt mondta, hogy bocsát, ez az egyetlen oka meg. annak, hogy most nem mondja azt a, a tévében, hogy, ö, hogy ne haragudjanak rám, vagy elnézést kérek, vagy bocsánatot kérek, mert azt gondolja, hogy ez egy olyan súlyú bűn, amit mm -hmm. ő elkövetett, amire nem létezik bocsánat. És szerintem egy ilyen a helyzetnek Aha. a felvállalása, ja. eh, ahhoz képest, hogy mondjuk korábban hogyan beszélt a saját bűncselekményeiről, az, az azt hiszem, hogy, hogy, hogy hát nagyon is kívánatos Most lenne. Most tényleg mondjuk az a ugye, mert hogy az egészen eltorzítaná ezt a mintát, de egy ilyen helyzet, az, mert ugye ilyen esetben azt mondanám, hogy hát ja, ez, ez az egyik szerepe. Most éppen ezt mondta, és azt mondom, hogy más, tehát ez, ez viszonylag nem követhető, de hogy... De hogy a... a, a tehát egy megbánásig való eljutás már ilyen szinten, vagy legalább verbálisan ilyen szinten, de ez, ez semmi. Tehát nekem ez, ez a verb, tehát Bármit tudok verbalizálni, bármikor. Na, ez a most, ha az emberről a, is kérdezted, akkor, akkor ez egy ugye. helyzet, de, Aha. de a... Ja, 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 ja. Mert hogy is mondjam, ami, ami más el, egyéb eredményeket el lehet érni, az, hogy hogyan illeszkedik vissza a igen, ez az Ha ezt érdekel, az viszont nem kimondottan emberről és Fikus. Szerintem az oktatásra borzasztó nagy hangsúlyt kéne fektetni a büntetés végrehajtásban oh. mindenhol. Azért mondom ezt, mert most már civilben dolgozom különböző mm -hmm. projektekben, és azt látom, hogy, hogy civilben sokkal nehezebb összetrombítani, összehozni ö, ö, ilyenkorú embereket e, arra, hogy menjenek el egy délutáni A, hát a, egy... a Bibó kollégiumban tök oktatás volt, azt mi lett belőle? <laughs> most viszont jönnek a, bocsak, jönnek a hírek, Fiati, Tánila, Renégenből, Börtönpszichológus vagy még most is, és egyébként meg antropológus, és mindenféle nem dolog, de ezt majd tisztázzuk. Voltam, de tisztázzuk. Oké, okay, jó. Reggeli személy. Fiatal a reggeli személy. Azt hittem, hogy egy csikorgás, után megint jön a médiá, de nem jött. Akkor elmondott pontosan, hogy mi vagy most? Én pszichológusként Meglászok. különböző projektekben dolgozom, és... Tehát ott tapasztaltam ezt, hogy mennyire nehéz volt mondjuk roma szegregátumban ö, ö, különböző oktatási programokat megvalósítani, pszichológus csoportokat ö, indítani. Tehát sokkal nehezebb az, az, ami a büntetés végrehajtásnál adott, hogy ott egy csomó ember, akik alapvetően még lelkesek is, hogyha történik valami, és kijöhetnek az, az árkából. Az Igen, pontosan. A, a roma szegregátum az, azért fontos, mert hogy bele vagyok én is most kevered, de egészen először, ott hogy működött, ott milyen programok indultak? Tehát ez a, ez a, gyerek és a szülő is programok, vagy a nők gyerekek programok, vagy csak ez gyerekek amiben programok? Amiben én dolgoztam, az leginkább nőket érintő program Aha. volt, egy oktatási program, és akkor ehhez kapcsolódva pszichológus csoport, egyéni, ilyesmi. De hogy érgalmatlan nehéz úgy összehozni az embereket, hogy valóban hétről hétre eljöjjenek, és a, a mindennapi életnek a szörnyűségei, azok ne vigyék ezer felé Részben érthető, nyilván részben pedig ugye, nagyon könnyű rájuk enni a felelősséget, hát én mindent megpróbáltam. É, pontosan, de hát én a mai napig ö, megyek, és, és próbálkozom, csak, csak folyamatosan ez zakatolt a fejem, vagy a büntetés végrehajtásnál ez adott. Tehát, hogy ezt a, tehát, az irgalmatlan melót nem kell beletennie ezt annak a. Akik... A, lokálba olvasni, tehát fiatal azt javasolja, hogy zárjuk a börtönbe az összes romát, és ott, utvassunk mert ott együtt maradnak. Köszi. Tehát csak azért mondom, hogy segítsek Aha, nekik, mert igen, nem, jó, már nem köszi. olyan jó képességűek ott azért az emberek, hogy ezt így össze tudják. Uh -huh. Az mondjuk annyiban, hogy jobban működő programok vannak a börtönökben, az mondjuk tényleg érthető bizonyos fokig, de részben viszont az, pont ez a túlteljesítés probléma van ott is, hogy a, tehát hiába ott van, mert hogy megőrül az unalomtól, ott van minden alkalommal, és közben semmi átmegy rajta az egész történet nyom nélkül, tehát nem ére, nem, ére, nem, 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 nincs belőle semmi maradék. Én ezt, ezt nem egészen így látom. Tehát, nem, nem hogy, csak hogy mondom, az esély adott Tehát, erre. hogy általános iskolai oktatást be lehet fejezni, le lehet érettségizni, Amerikában tök jó egyetemi programokat indítanak, rengeteg rap-kriminológus került ki a Mi falak eljökön, Igen. A helyszínen szóval, <laughs> szóval szerintem így adott a lehetőség mondjuk ez nyilván pénzkérdés, de hogy itt, és itt nyilván el tudom hogy miért nem indítanak az egyetemek ilyen programot, hisz itt ugye azért gondolom más. Teológia van programunk van. Milyen? Teológiát lehet tanulni. Az nagyon, az, számomra az, az ijesztő egyébként, tehát hogy ugye nekem ebből rengeteg vitám van az én Bakás Tibor setenkedő barátommal, aki gyakorló katolikus, és hogy, és mindig az a bajom, hogy nagyon nehéz, tehát nem tudom elmagyarázni az embereknek, mi az áltudomány, hogyha azt mondom a teológiáról, hogy az tudomány. Tehát, hogy ez nekem, ez, ez, ez neki nem okoz törést. Tehát uh -huh. neki ez teljesen belefér a teológia, tudomány, és ezzel ellentétben az aura simogató érdi budú, az meg nem. Nálam máshol vannak a határok, de hogy például az elég... Hát Imre ez a pszichológiára is áll, tehát hogy most a transpersonális pszichológia, azt uh, hogyan tudod elhatárolni a, határolni az aura. Igen. igen, tehát e... ugye, hogy azért sokszor tényleg ott húzzuk meg a határt, hogy mi az, aminek intézményes háttere van, és mi az, aminek igen, aminek nincs. Mert tehát... most a kuruzsló törvény, is, én, én, én beszélgetem mostanában <laughs> a pszichológusokkal, akik tényleg pánikba vannak, -e, miatt, uh -huh. hogy, hogy gyakorlatilag a pszichológusok abban a helyzetbe kerültek, hogy a, a hatalom tudja megmondani róluk, hogy uh -huh. most vagy sem, ami hát különösen egy pszichológus számára nem annyira jó, jó, jó érzés, hogy olyan kis, miközben a kuruzslók egyébként fantasztikusan működnek. Tehát én nem is tudom, én most nem akarom mondani a, annak a központnak a nevét, ami mellett lakom, az egy ilyen, hát ez, ez inkább az érdi budú vonal, ahol a grabovoj számok ugyanúgy szerepelnek, mint a családállítás uh -huh. és a, a tantra joga, és ezeket, ezek, ezek nem koruzslás egyik sem, hiszen ez uh -huh. ugye az, amit mond, de hogyha meg valaki azt mondja, hogy terápiát, vagy gyógyítás, akkor a pillanatban ő De, de azért, de azért az, 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 nagyon érdekes és nagyon jellemző, hogy azért az egyházak, azért ők tényleg ők tesznek azért, hogy, hogy nyomul, nyomulnak, ott vannak, elérhetők, tényleg segítenek, tényleg, abszolút tényleg komoly munkát végeznek, szóval azért, mert nincs Isten, azért még ugye az egész munka komolynak tekinthető, de hogy de közben nem látom ezt az igyekezetet azoknál, akik, akiknél meg rohadtó kéne, úgy érzem. Tehát, hogy ha mondjuk nincsen most elég villamosmérnök, akkor bizony a villamosmérnök egy karnak kéne ugyanúgy, mint a katolikus egyháznak nyomulni, és a többieknek. Ennek ellenére ez, ennek semmi nyomát nem látom. Tehát az érettség, vagy az általános iskola elvégzése, az, az ugye egy viszonylag könnyen abszolválható dolog, és a már, már azért gondok vannak. E, milyen projektben vagy most? Nagyjából, amiről lehet beszélni, nyilván nem az, ami, ami a, az a titkos felkészítés, Rétvári Bence, vagy ez a, a női csoport, de Aha. Hogy ez, ez a női téma, mert hogy ezért érzek egy erős feminista vonulatot is a munkásságotokból, így a visszatekintve egészen uh -huh. a rock'n'rollig. Szerintem, mondom, ez egy konkrét szakmaképzéshez kapcsolódott, Aha. csak ez volt az első. csak hogy... közben volt ez a, a rovaszegregációs női program is, és uh -huh. hogy ez, ez akkor ez a vonal, ez Igen, 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 abszolút. Az nem árt többet egy ilyen, az, csak az, a, az a másik, amit gondolkoztam, pont egy roma szegregáció, vagy szegregációs helyzetekkel kapcsolatban, hogy ez a megjön a Pestről a nadrágos ember, és akkor 6 hétig itt van, de tudjuk, hogy el fog menni 6 hét múlva. Mert hogy egyszerűen nem, nem látok olyat, ami az elritók nórás lesz egyébként, ami egészen döbbenetes munka, uh -huh. hogy 20 év. Tehát, hogy oda tenni 20 évet, Aha. pedig hát az, az alatt így nehéz azt hiszem, hogy engem azért csípnek, mert én sem mentem el, tehát ö, így lezárult a projekt, és akkor látják, hogy én még mindig felülök a sárga buszra, és megyek, úgyhogy... Ö, hogy, hogy te tartod a kapcsolatot? Igen, 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 igen. Mert tehát ö, most például a köthet. Cigány Magyar című darabot fogjuk megnézni a csajokkal. A cigány magyar? Uh -huh. Azt kik ki csinálják hol? Szerint a Jurányiban lesz, és ez a színész Bob és csapatának Ó, a. A színész. Igen. Vele több vízbe találkoztam. Egyrészt most a tüntetésen repeltek egy elég jót, uh -huh. másrészt meg egy pályalatot néztem vele, vele és az is ilyen egészen megdöbbentén szórakoztatónak Nem, Meg egészen magyar, magyar sorozatokhoz képest nagyon szórakoztatónak tűnt, és ezt most a Jurányiban csinálják ki, ha éve. Láttad már előtte? Nem, nem. Ja, tehát pont ezért, eszél? igen, tehát pont ezért a műcsajokkal akarok menni, nem. igen. Kérdeztem volna, már, hogy én, én gyanakszom ezekkel mindig, de hát persze bennük bízom, hisz ők azért eléggé bennem nekem a történetbe, de, de, hogy, de hogy zenélsz hogy csak el tudjuk mondani a koncertet, azért fontos lenne, mert hogy ahogy a, 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 a fogalmuk sincsenek meg, hogy honnan ismerjük egymást, mi onnan ismerjük egymást, hogy annak idején volt, volt, volt hát egy Luditák nevű női ilyen rap, rap csapat, egy egészen hihetetlen erős anyaggal, a, és a hugod volt. Igen, a, igen. és ott, 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 volt egy kis szám, amit még itt is toltunk egyébként. Az volt a vicces, hogy itt pont a Tilos Rádiót toltam a, a, a Rádióba egyszer. Az egy vállalható, uh -huh. a, gyakorlatilag alig van banana rendkívül ocsmány kifejezés, egy sincs, és akkor onnan kezdődött a, a ismertségünk, de aztán én elvesztettem a fonalat, is erről most például egyetlen nem hallottam, hogy van ez az új, új zenekar. Igen, a Nagy Pál Orsinak egy futott Pinaps néven, és 2014-ben találkoztunk, és ő mondta, hogy mennyire jól jönne, hogyha egy Pynapsz. számban... Mi igen. Itt, hogy ne legyen fél, de <laughs> Jó, Pynapsz, <okay. laughs> igen. és 2014-ben mondta, hogy hozzunk össze egy-két repszámot, és az olyan jól sikerült, hogy azt hiszem, hogy a tíz közös számunk van. A legutolsó miért feedbacket adsz, amikor cigit kértem, ez szerintem most le is tölthető és meghallgatható, tényleg? nem? Igen. Ennyi úgy, Ennyi volt belőle idézhető, köszönjük szépen. Igen, tényleg csak még mielőtt belemelegedni. Hogy... De miért, miért szakadt a Egyébként, na, azt gondolom, hát, hogy Szerintem, ahogy az... mondtad az előbb, hogy ez egy kerek életmű volt. Igen, de közben e... a családi zenekaroknál mindig azt vettem észre, egyébként a, a mama szent papasznál, vagy, a, vagy a vagy az abbánál, hogy ott aztán a végletekig. Tehát az, ott a legnag... Hogy ebből a Hát leginkább az nem Remélem a hugom nem hallgatja. Hát, hogy ne hallgatna, de majd visszahallgatja Tehát a, a magyar -ként. De, de nem, nem, de úgy értem, hogy ezek, ezek a ritkábban felbomló zenekarok. Tehát itt nem arról van szó, hogy a basszus gitáros Londonba a pizza futárnak stb. De hogy akkor az, azt is úgy éreztetek, hogy ez most Igen, nem tehát volt, hogy, nem. hogy ez ennyi volt. Amikor már egy egy-két éve nincs új szám, akkor azt hiszem, hogy érdemes abbahagyni. Ebben az, ebben, az, ebben az univerzumban ez egyedül a barcs, itt nem zavarja. De komolyan mondom. Uh -huh. A az... még annyira jó, hogy mindig, Egyen... mindig iszonyú Én jó. Úgy de... Gondolja, hogy négy-öt évente a hír egy új számot, akkor az úgy, az úgy ott van. Engem zavart. É, de aztán elkezdett hiányozni? Igen, igen, és akkor pont jókor jött az orsító ez a felkérés, úgyhogy úgy voltam bele, hogy egy jó csajzenekar az, az mindig jól jön. És akkor megcsináltunk egy-két számot, és jött a többi. Úgyhogy uh, most már tényleg egy ilyen komplet hol? koncert műsorunk van, és március 20-án fellépünk a Fészek nevű helyen. Március meg 8 a Lármán március 7-én az azért egy mondom, ilyen csaj, pank fesztivál, és a ott is. egy a Pankcsaj Dámolárma, március oh. 7-dűrer. Oh. Nem annyira jó ez, a név, tudom, de ne, nem is rossz. Tehát ne féljét, és ne is. nem azért mondtam az ó. Hoz út. össze két szót, amiben benne van, hogy csaj, meg zene. Igen, hogy de hogy, ott leszünk. Még a lárvát oda kellett volna tenni. A lárvák azok uh -huh. mindig jó. Igen, nem csak azért gondolkoztam el ezen, mert hogy hogy persze, hát ne az azzal fogunk búcsúzni, köszönöm, kérdezi tőlünk hangmérnökünk, hogy van egy luditák, nóta, kéritek. Figyelj, biztos ellenőrizte ezt a Götzei Zsuzsa féle felső zenei hatóság? Nagyon fontosnak tartom, hogy nem az én, én felelősségem. egyszer még Csillabércen is felléptünk. A menedzserünk nem szervezett nekünk koncertet a Lánchídra, mondván csúnyán beszélünk, de utána meg ö, leszervezte Csillebércre a gyerektáborba. Ja, a gyerektáborba, úgy, igen. Mert azért sok és minden hát, volt. Ott de a a magyar... pont egyik nyáron volt egy gyerektábor, és akkor úgy próbáltunk is egy csomót arra, hogy akkor elő tudjunk adni öt számot, úgyhogy ne legyen benne káromkodás, de megoldott. Talán van ilyen luditák szám, ami rádióban A korcogók hallgatások közben a, még eleinte annyira sem értene ezt a véget, hogy a Na, hát az, hogy egyszer akkor... tolod le, nekem is, ha nincs mellette leírva, vannak vele bajaim, de hogy, de hogy ez egy direkt női punk-fesztivál lesz a igen, díjérben? Az igen. Hozi, az nagyon erősen hangzik. Ezzel én csak arra, az, 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 az felem, tudok hogy na mi meg pénteken a karafiát orsójával beszélgetünk a Magnetházban este hétkor. Na az milyen lesz. Mondjuk az furcsa, hogy a karafiát ebben nincs benne. Ő annyira bolond egyébként, hogy simán beleillene egy ilyen formában. De jó, de nem ér a komiszt, nem vagyok menedzsernek a történetnek. Úgyhogy nem, muszáj lesz egy kicsit komolyan beszélgetnünk a börtönről. Jó, az, az, a bajom, a börtön, mert, mert az... hogy nem vagy hajlandó belemenni abba a kérdésbe, hogy mi lenne a megoldás a bezárás helyett, már pedig én erre megoldást De megoldás valamit teresen... hadd mondjak, ami Jó. valahogy így kimarad ki a közbeszédből, hogy azt gondolják az emberek, hogy ha, ha szörnyű körülményeket teremtenénk a börtönbe, akkor, akkor minden megoldódna. És én azt mondom, hogy ha tényleg megoldódna a visszaesés, és akkor teremtsünk szörnyű körülményeket, túl lehet élni, és, és utána úgymond megjavulnak ettől. De az az igazság, amit nem vesz senki fontolóra, vagy ritkán olvasok ezzel kapcsolatban, hogy szigorú börtön működtetni borzalmasan drága. Tehát ha valamiről meg lehet kérdezni a lakosságot, hogy szigorúak legyenek -e a börtönök, meg mekkora oh, férőhely ne. legyen, meg ilyesmi, akkor erről is érdemes lenne egy konzultációt folytatni, hogy mi az ára annak, amikor ilyen szupermaximális, gigamaximális, nem tudom, hipermaximális biztonságú börtönöket működtetünk. Tehát, hogyha nem építesz az embernek az együttműködésére, jelen esetben nagyon fogvatartott, majd egy kicsit azt csinálja, amit te akarsz, mint Lásd, őr, vagy bármi, akkor abban a pillanatban neked biztosítanod kell annak az embernek a folyamatos kontrollját. Uh -huh. És vannak ilyen intézetek, tehát Magyarországon is van uh, ilyen giga biztonságú körlet, borzasztó sokba kerül. Tehát hát egy, hogyne, e, gyakorlatilag ez olyan, mint egy magánkórház, e, 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 hogy több személyzet jut egy Persze, tehát 8-10 emberre folyamatosan két felügyelő és és extra személyzet. Tehát lehet ezt csinálni, hogyha ez az igény, csak... Nem ez az csak igény. E, Igazából nem mondja ki a magyar lakosság az igény az, hogy ezeket mind vége ki. Hát, a magyar lakosság azt szeretné, hogy a börtön az arra lenne, hogy megvárja a kivégzés uh -huh. időpontját. Majd nem viccelek, egyébként sajnos, hogy tényleg ez van. A magyar lakosság az, az, az vérbosszút szeretnek. Tehát, tényleg komolyan, én beszéltem egy emberekkel, valami hihetetlenül szomorú az a kép, ami kivontakozik, hogy ők, hogy ők még mindig ez a, ez a szemet személt uh -huh. alapon. Tehát, ó, és, és hogy ez általános. Tehát nem azt mondanám, hogy nagyon uh -huh. függ attól, hogy az iskolázottságtól vagy bármilyen lakástól. Igen, hát én is annyira megszólalok valahol, nincs egy olyan komment, ami egy kicsit is arról szól, hogy elgondolkozott bárki azon, amit mondtam, de én én mindig neki fotok, hogy talán biztos azt nem mondtam el, hogy akkor ez milyen drága nem. lenne ebben a formában, hogy ti szeretnétek, nem. A, kedves kommentelők. A, a, nem figyelted meg, mert akkor még nem értél, de hogy amikor volt a Kalipszó rádió, akkor azt azért lehetett tudni, hogy önök is hallgatják, hogy nem telefonálnak uh -huh. be egy egy nélt Aki betelefonál a miért uh -huh. az önmagát minősíti a uh -huh. tényével. Én ugye ezt gondolom a kommentelésről uh -huh. hogy az nem kommentel, aki megérti, amiről. De az is persze a klubrádiónál ez másképp van. Ja, bocsánat, a az ez egész másképp van, elnézést kérek. Itt természetesen olyan válogatott közönség hallgat minket, akik egyébként kommentelnek, és tényleg gyakran teljesen értelmes kérdések vannak. Majd meg is nézem a végén, amikor már nem tudunk rá válaszolni. Tehát, hogy, hogy igen, tehát nem, nem, tehát menjünk tovább. Tehát, hogy, Ö, tehát nem, ennyi, az, hogy, ahol neki voltam, nekem nem lesz jó. egy, egy állikai voltam, ahol uh, már évtizedek óta működtetnek egy ilyen maximális részleget, és még ott is kitalálták azt halára ítélteknek, meg tényleges életfolytosoknak, hogy bevezetnek valamit a rendszerbe, egy ilyen két éves oktatási programot, hogy aki elvégzi, az kikerülhet innen, mert abban a pillanatban a befagy a rendszer, áll a rendszer, az embereknek nincs motivációk, nem látják azt, hogy kikerülhetnek egy enyhébb rezsimbe, onnantól kezdve semmivel nem tud megfogni őket. Tehát ott kezdődik a szarral dobálás, hát az, hogy a, egy az. ilyen űrhajózkafanderbe kell járnunk az ottani börtönőröknek ahhoz, hogy egy ételt be tudjanak adni. Tehát gondolhatod, hogy ez, ez milyen irgalmas. Amatlan pénzeket ölel fel. Ha azt mondjuk, hogy ezzel se foglalkozunk, tehát hogy akkor ne legyen biztonságos a börtön, akkor viszont ott vagyunk a dél-amerikai stílusú intézeteknél. Hogy tehát, ne, hogyha a, a, ez a lakosság, a, a lakosság igénye, akkor. Működik. Akkor az kérdés, hogy bárki beküldené oda hozzátartozóját dolgozni egy olyan rendszerbe, ahol borzalmasak az állapotok, és nincs kidolgozva kellőképpen a, a biztonság, ezzel ami a drága. Ezek a a kedvenc hírem az volt, hogy valamelyik ilyen drogkartel vezetője a saját légvédelmi ütegével a börtönön belülről leszette az ellenfélnek no, a helikopterét. De. Tehát, hogy azért <laughs> ott azért az, nem azt biztos, ezt nem el képzelni az emberek, mi van Dél-Amerikában, azért szeretném hozzátenni. Én is hál' Isten, nem csak filmek által, de hogy az, az, az biztos, hogy nem. Egy önfelel, mert ez egy önfeldalató rendszer. Vagy hát Ausztrália. Igen, tehát honnan kivonul az állam, és azt mondja, jó, legyen kemény a börtön, Igen. ugyanakkor ennek ez az ára, hogy akkor te sem mersz bemenni, annyira kemény. De Ausztrália volt. Volt másik ilyen megoldás, amikor azt mondjuk, hogy hát akkor ott tessék part, ott ki lehet szállni, és akkor ezen túl az Ausztrália a te börtönök. Marad egy... még ilyen a, De, hát, nagyon kevés a világegyetemben egyéb. ilyen hely, akkor... Borzasztóan kevés, nyilván csak, hogy úgy értem, hogy ez, 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 ott még talán ott működött a legjobban. Hisz, hogyha ha azért, ha abban indulunk, hogy azért Ausztrália lakosságának jelentős része őnek követő felmenőkkel uh -huh. rendelkezik. Tudjuk egyébként, hogy ez nem volt annyi, tehát nem mi sorozatgyilkosokat raktak oda, uh -huh. hanem mindenért topták az embereket. De mégiscsak van egy társadalom, ahol, ahol az ősök között ez, és mégis egy viszonylag teljesen normális társadalom alkotik. Tehát ez ilyen reménykelt, hogy na, ha találnánk még egy kontinens, akkor az megoldhatná ezt a mm uh -huh ideiglenesen nyilván hisz, újra termelődik. De hogy az, a, az, az én az én nagyon hippi elképzelés részemről, hogy, így a, hogy az embereket így nem zárnánk be, hanem így, így foglalkoznánk velük, meg így dolgoznának, és így néha dumálnánk meg ilyesmi lenne. Nyilván, ez a, már a BTK szigorításának, nem szigorításának a kérdés, hogy mik azok a bűncselekmények, amiért tényleg letöltendő börtönbüntetést adunk. Ha azt adunk, akkor mit kezdünk azzal az idővel és azzal az embertömeggel, ami, aki bent van? Tehát egyáltalán mit gondolunk arról, mi a büntetés célja? Lehet tök különböző dolgokat gondolni, de mégis azért én mindig azt gondolom, hogy büntetés végrehajtás alapvetően egy szakma. Tehát akármilyen